hogy lám-lám elérkeztünk egy olyan világba, amikor a természet erőit, a természeti hangokat, a föld, víz, tűz, levegő energiáit CD-n kell adni a gyermekeinknek. De ez analóg azzal, hogy az ásványi anyagokat a cseppekben kell ugye adagolnunk. Tehát valóban a civilizációnk abszurditása ide jutott, de ha így van, akkor nagy öröm, hogy tudunk segíteni. Szóval az történt ott ebben a terápiában, hogy ugye a lemez a föld, víz, tűz, levegő, négy természeti őselem bennünk levő energiáit próbálja megszólítani a magyar népdalok segítségével. Arra jöttem rá ebben az ős élményben, amit előhívtál belőlem, tehát a Lukács Fürdős négy elem, igazából az onnan indult, hogy a négy elem benne van a magyar népdalokban, és azokat hozzuk elő, és mennyire gyönyörűen meg tudja szólítani a személyiségünket. Én egy déméteri, egy földes archetipus vagyok. Másban inkább a víz, a dominál, de mindannyiunkban benne van természetesen ezeknek az elemeknek az ereje személyiségünkben. És úgy képzeltem, hogy ez a négy elem, ez egy személyiségfejlődési utat vázol föl ebben a belső hanglemezben. Tehát a föld az anya méhet idézi meg, a születés előtti világunkat, egy barlang archetipikus közegét, a víz az a magzatvizet, a legegyetemesebb purifikációs közeget, a tűz pedig a szuverén egyéniség magára találását. Ott ezért éneklem azt, hogy úgy íhat ész, ha tesznek rá, szól a világ, mit hajtok rá, én is teszek, hadd lopogjon a kutya a világ, hadd olvassam. Szatmári Csárdást. És a levegő pedig a legemelkedettebb, a földi horizont kitágítása ebben a sor koncepcióban, amikor a segítséget az ember már a természet fölöttitől kéri. És az ötödik elem az alkotási folyamatban jött, hogy az ötödik elem az az ember maga, és ez a belső hang maga, és ehhez nem találtam magyar népdalt, és ehhez az én saját szövegem, a saját mantrám mat fogalmaztam meg, és igazából ez az, amit a Pászti Bea, a pszichiáter ezekkel a kamaszlányokkal csodálatosan tudott átéltetni, tehát egy ötnapos terápiában használja, művészetterápiás, komplex terápiás, családterápiát is bevontak a folyamatba. Az ötödik napon a belső hangjukat sikerül megtalálni, és a földhöz, az anyaföldhöz, a vízhez, a természet elemekhez kapcsolódni ezeknek a lányoknak, akiknek egyébként nincs a termékenységhez, a föld termékeny erejéhez ilyen elementáris, archetipikus kötődésük, mert hogy eleve defektus van a nőiség és a természetességgel kapcsolatban, hiszen sok esetben plasztik idolokat istenítenek. Föld anya lábam alatt, ég apa fejem fölött, én magam a tengely, én magam a tengely. Gyökereim erősen, gyökereim biztosan, tartanak a szélben, tartanak a szélben. Indulásra készen, kalandok elébe, erővel testemben, békével lelkemben. Indulásra készen, szárnyaim erősen, lágyan és merészen, röpítenek messze, messze föl az égbe. Messze föl az égbe, vizeknek fölébe, tengerek mélyébe, vissza le a földbe.